Ez egy egészen jó ötlet. Köszönöm és elnézést. A mai előadást evvel a kilincsel szeretném kezdeni, ami egy nagyon fontos tárgy, ugyanakkor nehezen csatlakozik a fegyvertörténethez, de a későbbiekben meg fogják majd érteni, hogy tulajdonképpen mi köze van a mai előadásom történetéhez. Ez konkrétan egyébként van egy ilyen kis műhelyem, egy ilyen kis ház, ez annak a kilincse, amit ma reggel szedtem le az ajtóról, ugyanis a nagyon fontos alkatrészét elveszítettem annak a fegyvernek, amiről ma beszélni fogok, egy keréklakatos fegyvernek. Ugyanis ezt a zárszerkezetet fel kell húzni egy külön kulccsal, amit az ember elveszít időnként. Ez komoly problémát jelentett annak idején is, és én is ezt ott felejtettem a lőtéren a múltkori alkalommal, úgyhogy így kellett, hogy megoldjam ezt a problémát. A mai előadásom tárgya egy nagyon fontos fegyver, ami a vadászattörténet önvédelem és a hadifegyverek tekintetében is egy nagyon fontos műszaki újdonságot jelentett. Valamikor a 15. század végénél járunk, 1480-as, 90-es években járunk, amikor feltalálnak egy olyan szerkezetet, helyesebben szólva egy olyan szerkezetet helyeznek a puskára, amihez már nem kell kanóc. Sokkal egyszerűbben lehetett kezelni ezt a fegyvert. Nem kellett meggyújtani a kanócot, azt életben tartani. Lehetett a fegyvert tűzkészen viselni, lehetett a fegyverrel kapáslövést tenni. A fegyvernek a szerkezete az rém egyszerű. Van egy acélkerekünk, amit egy rugó forgat meg. A rugót most nem látjuk, mert az alkatlemezen belül helyezkedik el. Ezt meg kell feszítenünk, ugye ehhez kell nekünk ez a kilincs, vagyis ez egy szebb kulcs volt egyébként lánykorában. Fordítunk körülbelül kettőt ezen a, vagy felett ezen a keréken, bezártuk, felporoztuk a puskát, megtöltöttük lőporral, lövedékkel a csövet, bezártuk a serpenyőjét, és ezt a kakast, amivel pirítet fogadtunk, kovakövet vagy pirítet fogadtak bele, ugye pirít ez a bolondok aranya, azért is egy nagyon jó kis alkalmas szerkezet volt, ilyesmire jól faragható volt, szépen illeszteni lehetett a fegyverhez, és hogyha elsütöttük a fegyvert, lehetett látni a szikrát? Akkor nagyon szépen szikrázott, és ez a szikra volt, ami begyújtotta a felporzó töltetet. De most is pirit volt benne? Pirit. Pirit van benne, azért piritet használunk és nem kovakövet, mert a kovakő az acélkerékből szakítja le a fémszemcséket, és az szikrázik. A pirit esetében viszont a pirit részecskéi izzenek föl, és nem fog a kovakő, vagy a kerék elkopni. Ez egy nagyon fontos dolog volt. Ez a puska egyébként egy replika puska, itt ennél sokkal szebbeket is lehet látni. Egy kb. A 15 éves háborúnak az időszakából származó hadifegyvernek a másolata. Ezeket úgy hívták, hogy árkebűzők, ezek ilyen könnyű puskák voltak. Voltak a nagy muskéták, amik általában ennek egy másfélszeresei voltak méretben és súlyban, és nagyobb kaliberűek is voltak. Ezt lovas katonák viselték, itt lehet látni, van egy huszárpálca rajta. Ennél fogva lehetett hozzá rögzíteni egy ilyen bandelierhez, amit a vállon hordott a katona, és tulajdonképpen ez így lógott mellette lovaglás közben. Esetleg még a torkolatot bele lehetett tenni egy nyerekhez rögzített kis hüvelybe, de nagyjából ez egy lovas katonának a könnyű fegyvere volt tulajdonképpen. A keréklakat története egy nagyon izgalmas fegyvertörténeti korszak, ugyanis egyes számos ponton csatlakozik a magyar fegyvertörténethez, ami annak köszönhető, hogy nem azért, mert mi találtuk föl, nyilván mi magyarok azt szeretjük, hogyha mi találunk föl mindent a világon, de ebben az esetben nem ez történt, de egészen biztos, hogy Magyarországon nagyon korán megjelenik. Miért jelenik meg a Magyar Királyság területén? Ennek rendkívül egyszerű oka van, mert háborúban, méghozzá az európai hadszíntéren lévő legfejlettebb, legjobban szervezett hadsereg ellen, a törökök ellen. Ebben az időszakban ugye mindenki zsoldos hadseregeket működtet, a törökök nem. Tehát nekik egy jelentős állandó hadsereg, állandóan működő hadsereg része van a haderejüknek. A keréklakatos fegyver számunkra azért jelent egy nagyon fontos újítást, mert három olyan fontos fegyvertörténeti korszak határt jelez, amelyek a későbbiekben minden fegyverfejlesztésnek irányvonalai lesznek. Az első, amelyet a rendezői bal oldalon láthatunk kép, az tulajdonképpen a vadászatnak egy jelenetét, nagyon fontos jelenetét mutatja, ahol a kutya éppen hozza vissza a lőtt vadat a vadász számára. Ugye a vadász felszerelése egy picit eltér attól, mint amit mi viselünk ma, de akkoriban ne felejtsük el, hogy a vadászatnak nagyon sok funkciója volt. Egyrészt ugye élelmiszer szerzésben nagyon fontos szerepet játszott, másrészt ugye a fiatal nemesi fiak harcra való felkészítésében szerepet játszott, harmadrészt katonai vonatkozása is volt, mert aki ismerte a területet, ahol vadászik, az azon háborúzni is tudott. Tehát ismerte azt, hogy hol lehet lestállítani az ellenségnek, taktikai szempontból, harcászati szempontból hogyan lehet a terepet megfelelően felszerelni, vagy felhasználni. Az úriember egészen biztos, hogy egy keréklakatos fegyvert tart a kezében, ez egy nagyon archaikus forma egyébként, amit itt láthatunk. Ez is valamikor a 16. század végére datálható. A középső képen látható még egy nagyon fontos dolog. Ugye egy egészen picike pisztolyt tart a lovas katona a háttérben a kezében,
ami azt is jelzi számunkra, hogy egy új fegyverkategória jelenik meg a keréklakattal. A kanócos fegyvert ugyanis nem lehetett zsebre tenni, nem lehetett a kabát alá tenni, nem lehetett lóháton igazából kezelni, mert a kanócot ugye menedzselnünk kellett, annak le kellett fújni a hamut róla, figyelni kellett, hogy az életben maradjon, égjen, parázsoljon helyesebben szólva. Tehát lóháton nagyon nehéz volt a kezelése. Nem volt lehetetlen, de nehéz volt a kezelése. A keréklakat viszont megteremti a pisztoly létrehozásának a lehetőségét, vagyis egy olyan méretű fegyvert, amit én akár a kabát zsebbe be tudok tenni, amely teljes mértékben rejthető. Amit a lovasok is tudnak használni. Később erről beszélni fogok. Tehát ugye a kapáslövés, ez volt az első, a második a fegyver méretének a csökkentése olyan méretűre, hogy lovon, vagy akár önvédelmre is használható. A harmadik kép pedig ez a gyönyörű szép ábrázolás egy keréklakatos fegyvereket készítő fegyvermestert mutat számunkra. Szintén 16. századból származó kép, amely azért izgalmas, mert a fegyvereket, ameddig kanócos lakattal rendelkeztek, ezeket a fegyvereket egy kovácsi el tudta készíteni. Tehát egy csövet kikovácsolni, azt az egyszerű, primitív lakat szerkezetet elkészíteni, szinte bármilyen olyan ember képes volt, aki egyébként patkot tudott készíteni. Ez egy picike túlzás természetesen, de nagyjából azok a felkészültségek kellettek hozzá. A keréklakat esetében viszont más a helyzet. A keréklakat elkészítéséhez, a rugóerők megfelelő beállításához, az acélkerék elkészítéséhez, ezek összehangolásához, az elsütő szerkezethez olyan tudásra volt szükség, ami egy órásmester esetében állt rendelkezésre. Tehát megszületik a keréklakatnál egy nagyon fontos foglalkozás, a fegyvermester. Ez is egy nagyon fontos korszakhatárt jelez számunkra. A keréklakat valamikor a 15. század végén és a 16. század elején jelenik meg, de nem igazán tudjuk, hogy honnan származik. Az az igazság, hogy valahogy a ködbe vész. Ugye az olaszok azt mondják, hogy ők találták föl Brescia környékén, németek azt mondják, hogy Dél-Németországban fedezik föl. Én hajlok arra egyébként, hogy a németeknek van igazam, nem azért, mert ilyen germánmániás vagyok, hanem a történelmi tények inkább ezt támasztják alá. De az is egészen biztos, hogy ez a technológia már ismert volt. És nagyon korán ismert volt már. Az első írásos és ábrázolásos formánk az Kínából származik. Ugye szokták mondani, hogy mindent a görögök találtak fel, de nem, ezt most a kínaiak találták fel. Egy 1395 előtt született katonai szaktanácsadó könyvben találjuk meg, a Tűzsárkány kézikönyvben találjuk meg az első keréklakatos elven működő robbantó szerkezetnek, vagy detonátornak tulajdonképpen a rajzát, amely, itt ez a fakúbb kép, amelyet érdemes most nézni. Itt kettő dobozt látunk, amelyekben kerekek vannak, mind a kettő oldalon van. A kettőt összeköti valamilyen bambuszcső, amiben fekete lőport töltöttek, és ezek pedig aknák. Ez egy előre telepített aknarendszer volt, amivel esetlegesen egy szoros le lehetett védeni, hogyha az ellenség ott át akar haladni, akkor felrobbantom. A gyújtása ezeknek az eszközöknek pedig acélkerékkel és kovakővel történt. Egy 1600-as évekből származó ábrázolást ismerünk szintén Kínából, ami ezt a rendszert írja le, amelyen jól lehet látni, itt a dobozt egy kis állványra helyezték, és az állványon a doboz belsejében ott vannak az acélkerekek, ezt egy kötéllel kellett meghúzni, a szikrát vetett, meggyújtotta a bambuszcsöveket, amelyekbe ugye a fekete lőpor be volt töltve, és azok pedig az aknákat felrobbantották. Tehát ez az elvez már létezett előtte. Szintén találunk európai eredet is ezeknek ennek a gyújtási módnak. Az első fegyver egy picit kilóg a sorból, ugyanis ennek nincsen acélkereke. Ennek a fegyvernek a datálásával a fegyvertörténészek is azért, megmondom őszintén, hogy nehezen boldogulnak, ugyanis valamikor a 15. század végétől egészen a 16. század közepéig helyezik el ennek a fegyvernek a születését. Ez a Mönchsbüchse, vagy szerzetes pisztoly, vagy szerzetes puska, ez most Dresdában látható egyébként, ez egy másolat, amit a képen láthatunk. Ami úgy működött, hogy volt egy fém rúd, tulajdonképpen egy fém lap, mint egy reszelő, felérdesített felülettel, ennek nyomták neki a piritet, és hogyha ezt a kampót, ami ott a fenekében látható ennek a fegyvernek, valaki gyorsan meghúzta, akkor ez a pirit szikrát vetett ezen a reszelő felületen, és gyakorlatilag ez a szikra gyújtotta be a felporzolőport, az a föltöltet, tehát ugye előtöltő rendszerű fegyverről beszélünk, és ez vetette ki a lövedéket. Működőképes a szerkezet, ez a másolattal bizonyította a fegyver mester, aki ezt a replikát elkészítette, hogy tényleg lehet vele lőni, célozni valószínűleg nem. De mindenképpen egy olyan pisztoly szerkezetet láthatunk, amely ezt az elvet használja. Sokkal fontosabb számunkra viszont egy másik 16. század elejéről származó forrás, egy Martin Löffelholz nevezetű nürnbergi polgárnak a kézrajzait egy gyönyörű szép kódex formájában őrizte meg nekünk a történelem, és ő számos olyan szerkezetet, illetve helyesebben szóval kettő darab olyan szerkezetet ábrázol a kódexében, amelyek hasonló elven működnek, de eredetileg tűzgyújtásra vagy fegyverlakatként használhatóak.
Ez a tűzgyújtásra alkalmas szerkezetnek az ábráját láthatjuk ezen a képen. Ugye van egy szép nagy főrugónk, jól lehet látni a főrugót, van egy kakasunk, amit rá lehet hajtani a kerékre, és gyakorlatilag a rugó hajtja meg egy lánctagon keresztül ennek a keréknek a forgását, sőt, még egy kulcsnak is ott van gyakorlatilag a hely, amely a mi puskánkon is rajta van, tehát ez már tulajdonképpen 1505-ben ugyanazt a szerkezetet mutatja, amit már fegyvereken is használhatnánk. Martin Löffelholz még egy szerkezetet mutat számunkra, ami nem rugóval működik, hanem ugyanazon a kínai jelven egy bőrszalagot kellett tulajdonképpen meghúzni, hogy megforgassuk a kereket, ez is tűzgyújtásra szolgált. Tehát ez gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ezeknek a szerkezeteknek az első ábrázolása, de abban is biztosak vagyunk, hogy ebben az időben ezek már fegyveren is ott szerepelnek, ugyanis ezek a fegyverek megjelennek a történelemben írásos formákban is. Még egy ábrázolásom van viszont a keréklakatról, a korai keréklakatról, ami viszont egy másik közismert úriember nevéhez köthető, Leonardo da Vinci Atlanti kódexében találunk még ábrázolásokat. Ezeknek a datálásával szintén bajban vagyunk. Ugye ezek a gyönyörű szép kézi írással, nagyon sokszor tükörírással létrehozott leírások és rajzok, ezek valamikor ugye a 15. század végétől egészen a második évtizednek a végéig, 16. század második évtizedének a végéig készültek. A jelenleg a fegyvertörténész és egyébként a kézírás történettel foglalkozó kollégák szerint ez valamikor a 10-es években készülhetett ez az ábrázolás, de nem tudjuk pontosan, hogy itt mit látunk a képen. Azt látjuk a képen, hogy Leonardo da Vinci éppen feltalálta a keréklakatot, vagy azt látjuk, hogy ő tökéletesíti éppen a keréklakatot. Valószínűleg, hogy inkább az utóbbiról lehet szó. Itt a felső ábrázoláson láthatjuk azt a tűzgyújtó szerkezetet, amit a Löffelholz kódexben is láttunk igazából. Ennek már van egy elsütő szerkezete, tehát itt már egyértelmű, hogy puskalakatról beszélünk. Alul pedig ugyanennek a lakat szerkezetnek egy olyan változatát láthatjuk, ami viszont spirálrugóval rendelkezik, nem laprugóval. Tehát ebből következtetünk arra, hogy Leonardo valószínűleg azon gondolkodott, hogy hogyan lehet tökéletesíteni ezt a lakat szerkezetet. De nem vagyunk ebben biztosak. Ugye most tartunk mondjuk azt, hogy az első évtizedben, viszont ami egészen biztos, és ami már tényleg Magyarországhoz köthető, az az első írásos forrásunk a keréklakatról. 1507-ben Esztei Hippolit bíboros számadás könyveiben, az egri püspökség számadás könyveiben találjuk meg a keréklakat első említését, amikor is elküld egy Kaspar nevezetű várszolgát, hogy menjen el Dél-Németországba és vásároljon egy köves puskát, egy tűzköves puskát, ez ebben az időben nem lehet valószínűleg más, mint egy keréklakatos szerkezet, hiszen a kovás szerkezetek, vagy annak az elődje, az ütőkakasos rendszer az még később fog csak megjelenni. Tehát egészen biztosak lehetünk benne valószínűleg, hogy ez egy kerekes puska. Elküld egy várszolgát Dél-Németországba, hogy megvásárolja a fegyvert, az megérkezik szépen hozzá, majd innen küldik ezt tovább Itáliába. Sok fegyvertörténész valószínűsíti, hogy így magyar közvetítéssel került a keréklakat szerkezet Itáliába, hiszen a bressai fegyverkészítők, vagy Brescia környéki fegyverkészítők, azok a 10-es évektől, 20-as évektől kezdik el igazából nagy mennyiségben gyártani ezeket a fegyvereket. Ezeknek a fegyvertípusoknak a megszületése, ahogy említettem, több új paradigmát indít el a fegyvertörténetben. A korszerű vadászfegyver megjelenik, a pisztoly megjelenik, de van egy nagyon fontos dolog, ami nyelvtörténeti szempontból is számunkra fontos, hogy a pisztoly elnevezés egyáltalán megjelenik a hadi kifejezések között. Ennek a pisztoly kifejezésnek is nyilván a keréklakattal van kapcsolata, hiszen akkor van értelme csökkenteni egy fegyver méretét, hogyha azt én tűzkészerejtve tudom viselni. Itt két gyönyörű szép puffert lehet látni a képen egyébként a 16. századból. Ennél talán szebbeket is láthatunk itt a kiállításban, úgyhogy érdemes majd közelebbről is megnézni ezeket a fegyvereket. Ez egy nagyon archaikus forma, amit láthatunk, ami egyébként a 17. századig azért létezik. Tehát maga ennek a szónak kettő eredetet tulajdonítanak, ebből is van egy olasz eredet, ami vagy itáliai eredet helyesebben szólva, amely pisztolya városhoz kötheti ennek a kifejezésnek a megjelenését. Itt ilyen apró méretű késeket készítettek, igazából arról volt neves ez a kis városka. Én azt hiszem, hogy ez inkább egy véletlen egybeesés lehet, hogy ez a névegyezés itt fennáll. Sokkal biztosabbnak tűnik, hogy a cseh Pistála, nem biztos, hogy jól ejtem, úgyhogy aki csehül tud, attól elnézést kérek most jelen pillanatban, vagy akár ki is javíthat most azonnal. Nem biztos, hogy jól ejtem ezt a kifejezést, de ez a cseh, vagy szláv nyelvekben furúja néven, vagy furulya jellegű hangszernek az elnevezése volt, ami valószínűleg a rövid csőnek egy ilyen áthallása lehet. Azt is tudjuk, hogy a 1485. évi, a boroszlói erőd 1485. évi inventáriumában már 235 darab Pizdeallen
néven említett fegyvertípus láthatunk. Igazából, hogy ez pontosan mit akar, nem tudjuk, de ugye nagyon erős itt a kötődés, hogy a pisztoly kinevezés és ez a cseh pisztála kinevezés, ez valószínűleg ebben kapcsolatban lehet. Nagyon sokáig nem tudjuk, hogy ezeket a fegyvereket hogyan töltik. Nem írják le, valószínűleg azért, mert egyértelmű volt, tehát hogy nem kellett erről külön megemlékezni, de azt is tudjuk, hogy még egy paradigmát elindít a pisztoly és a lovas fegyver használat. Megjelenik a töltény és az igazi, mai korszerű értelemben vett tölténytartó. Ebből is láthatnak itt a kiállításban több gyönyörű szép példányt. Itt a középen látható nagyon furcsa formájú szerkezet, az úgynevezett Patronen Köher, amely akár egy fegyvertokhoz, akár a derékszíjhoz, akár a nyerekhez rögzítve 4-5 darab papírtölténynek a tárolására volt alkalmas. Itt a képnek a bal felső sarkában látható egy-egy papírtöltény, az egyik egy kibontott papírtöltény, az a fehér por, az gríz, ez csak helyettesíti a lőpor, természetesen a lőpor az fekete volt valójában, de mivel nagyon polkorrekten szerettem volna elkészíteni ezt a replikát, nem lőpört töltöttem bele. Az ólomgolyónak meghagyták az öntecsét, és ehhez kötöttek hozzá egy papírhüvelyt, amit feltöltöttek fekete lőporral. Így borzasztó gyorsan lehetett a fegyvert megtölteni, mert a katona fogta a töltényt, felharapta a papírt, felporozta a lakatszerkezetet, ugye megfeszítette előtte a szerkezetet, felporozta, betöltötte a maradék lőport a csőbe, és utána a töltővesző segítségével lenyomta a töltetet a papír folytással együtt a csőnek az aljába. A papír folytotta a fegyvert, tökéletes volt. Minden katona 4-5 darab ilyen töltényt vitt egyébként harcba, tehát nem 40-50 töltényjel mentek. De a pályán nem zavarta ez az öntési része golyónak? Nem igazán is, majd ezt elmondom, hogy miért nem. Hogyha már itt vagyunk, akkor elmondom, válaszolok a kérdésre. Nézzék meg, hogy rendelkezik-e ez a fegyver irányzékokkal. Nem. Se célgömb nincs rajta, se nézőke nincsen. A korabeli szabályzatok, és itt már sajnos a 17. századra kell hagyatkozzak, mert igazából a nagy lovassági szabályzatok, amik ezt leírják, Lodovico Melzo, John Cruzo, Giorgio Basta, Wallhausen, ez a 4 legfontosabb szabályzat, ami egyébként Zrínyi számára is valószínűleg az egyik legfontosabb forrás volt, amikor a saját tábori kis traktáját és a vitéz hadnagyot írta. Leírja, hogy akkor jó a pisztolyt elsütni, amikor az ellenség arcát meg tudja a torkolati tűz égetni, de még az a legjobb, hogyha a pisztolynak a csövét én be tudom dugni az ellenség mellvértje alá. Ugye ebben az időben a katonák vértet viseltek alapvetően. A gyalogos katonának is az első pár sorba adtak vértet, a lovas katonának majdnem biztos, hogy volt, mindjárt beszélek majd, hogy milyen lovas katonáink vannak, és hogy kinek milyen vértezete volt. Ezeket úgy is nevezték az angol termének, hogy pistol proof armor. Tehát, hogy ezek a muskétagolyót nem fogták meg, a pisztoly lövedéket igen. Úgyhogy ott trükközni kellett, hogy a pisztolyt a közelharcban be kellett dugni szépen a vértezet alá. Ezeknek a pisztolyoknak a töltésével kapcsolatosan én annyi eredményt értem már, hogy egy 1632-ből származó lovassági szabályzatban megtaláltam a töltést. Egy jó kis körmönfont rendszer egyébként. Itt látható, hogy hány fogásra volt szükség. Itt ezeket a négyeseket úgy kell követni, hogy tulajdonképpen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hát összesen a fegyver kilövéséhez ugye 4x4, 16 fogásra volt szüksége a katonának, de a papírtöltényeknek köszönhetően gyakorlatilag ez lóháton el volt végezhető. Tehát egy viszonylag nagy dolog volt ez ahhoz képest, hogy egyébként kanócos fegyverekkel rendelkeztek ebben a korszakban a katonák. Aztán, hogyha tovább megyünk egy picit a magyar vonatkozásokban, akkor megérkezünk a török háborúk időszakához. 1542 az első fontos évszámunk, amelyet egy 1873-as évszámmal is ki tudok egészíteni. Ugyanis 1873-ban a Vulkán nevezetű kotróhajó, ahogy a Dunának a folyását takarította, a Kopaszigát környéken kiemelt egy rakás hadianyagot, rozsdás fegyvereket a folyó medréből, ami azért izgalmas, mert 16 darab katonának a teljes felszerelését találtuk meg. Tehát nem csak puskákat találtunk itt meg, nem csak puskacsöveket és lakatokat találtunk, hanem találtunk vértezeteket, találtunk kardokat, találtunk láncinget, sisakokat. Tehát egy nagyon szép olyan leletanyagunk van, egy 50 fölötti darabszámból álló leletanyagunk van, amely abban segít minket, hogy elhelyezzük pontosan ezeknek az eszközöknek a korszakát. Teljesen rossz szlájdot mutatok közben. A kopaszigáti fegyvereknek az izgalmas volta az igazából az, hogy nagyon pontosan datálhatjuk, hogy ez az 1542. évi budai ostromhoz köthető. Ez a naszád elsüllyedt, ez harcban süllyedt el, ugyanis megendoszkópoztuk most a csöveket, a 7 megmaradt puska csőből 4 máig töltve van. Nagyon jó lehetőséget ad majd ez nekünk arra, hogy bővebb információt gyűjtsünk arról, hogy ezeket a fegyvereket hogyan töltötték meg. A lakat szerkezeteik azok egy elég arhaikus kerékakatos szerkezetet mutatnak. Ezek viszonylag
olcsóbb és egyszerűbb lakatok voltak, amit ott érhetünk tetten, hogy ez a főrugó, ami ugye a lánctagokon keresztül a kereket hajtja meg, nagyon hosszú. Ez azt jelenti, hogy azért volt hosszú a főrugó, mert gyengébb minőséget tudtak készíteni. Ugye ezt már a későbbi ezen a lakat szerkezeten például ilyen picikében megoldanák. Tehát ennek a harmadában, felében biztosan. Tehát itt még az erőkarok, a rugózási képesség azért más volt, nem tudtak olyan megfelelő módon rugót készíteni. Ez egy korai, de ez a lakattípus egyébként létezik nagyon sokáig. Tehát 17. században is találunk bőven olyan lakat szerkezeteket, mint ez a későbbiekben úgynevezett balti típusú keréklakat. De az egészen biztos, hogy ezek összevágnak, ezek a leletek. Nagyon fontos, hogy ezeknél a leleteknél, hogy amikor a régi fegyverekre gondolunk, akkor nagy kaliberű fegyvereken gondolkodunk mindig. Tehát 15, 18, 20, 22 mm-es űrméretekkel. Ez egy hadilelet. Egyszerű puskákkal, irányzékokkal rendelkező fegyverek, tehát azok igényesebb puskák, de mindegyik 10-11 mm-es. Kis karabélyok, arkebűzök, egészen pici űrmérettel. Ezekben a golyókat, amiket betöltöttek, 8-9-10 mm-es golyók voltak. Egészen picikék, ugye a mostani korszerű vadászűrméreteknél vagyunk. A pisztollyal kapcsolatosan kifelejtettem egy nagyon fontos információt, pedig ezt a szlájdot előbb már mutattam önöknek, hogy milyen elterjedtséggel rendelkezhetett a pisztoly. És valószínűleg egyébként itt a hadtudomány, engem is beleértve egyébként, mert én is így tanítottam ezt nagyon sokáig, ezt a korszakot, valószínűleg egy picikét sötétben járunk. Ugyanis azt mondjuk, hogy az 1540-es évektől kezd hadi használatban elterjedni a pisztoly. És ez valószínűleg a közmegegyezés, vagy 30-as évektől, hogyha nagyon rugalmas szeretnék lenni. És valószínűleg itt tévedünk. Én is szkeptikus vagyok, megmondom őszintén, de minél többet vizsgálom ezeket a kérdéseket, és minél több primer forráshoz jutok hozzá, annál jobban azt látom, hogy előre kell hoznunk ezt az időszakot. Valószínűleg legalább 20 évvel. A következő fontos bizonyítékaim vannak erre. Az egyik első fontos dolog, hogy megjelennek azok a jogszabályok, amelyek polgári használatban korlátozzák a keréklakatos pisztolyoknak a viselését. Ugye rejtett viselésről beszélünk itt már. A első jogszabály, amit behoztam, annak nincsen köze a keréklakatos fegyverhez, és azért hoztam be, hogy lássák önök is, hogy a első igazi fegyver korlátozó jogszabályt azt Magyarországon hozták létre, úgyhogy ha valamiben elsők vagyunk, akkor az a fegyverkontroll. Ugye 1514-ben ugye a Dózsa-féle felkelés után a 60. dekrétumban II. László megtiltja a parasztok számára lőfegyver viselését. Itt a lőfegyver típusára nem tér ki, de hát azért bünteti rendesen. Aztán van még a keréklakatos fegyverek civil használatával kapcsolatosan 1515-ből egy forrásunk. Konstancban történik egy baleset, amikor hát egy helyi patricius, egy augsburgi kereskedőnek a fia egy prostituáltnak a szolgáltatásait veszi igénybe, és hát vagy nagyon heves lehetett a történet, vagy pedig valami elképesztő fatális véletlen történik, a keréklakatos pisztoly elsül. Egy olyan pisztoly, ami öngyújtásra képes, elsül és megsebzi a szegény utcalányt, akinek azt mondja, a vállát sérti meg a lövegét, nem hal meg, de feljegyzik ezt az incidenst. Aztán tudjuk, hogy 1517-ben ugye mit mutat ez, hogy a polgár fegyvert viselt. Tehát ott volt nála a pisztoly. Aztán 1517-ben tudjuk, hogy első Miksa jogszabályt hoz, amely Sztíriában, Steyerben betiltja a keréklakatos fegyvereknek a viselését. Egy évvel később kibővíti az örökös tartományukra. Miért kell valamit korlátozni, hogyha ahhoz csak kevesen férnek hozzá? Tehát itt feltételezhetjük, hogy a keréklakatos pisztoly az sokkal elterjedtebb, és nem csak a patríciusok kezében van ott, hanem valószínűleg olyan emberek kezében is, akiknek baromira nem kéne fegyvert tartaniuk. Tehát ott van az úton állók kezében, a szegény legények kezében is. És itt is egyértelmű a megfogalmazás, mert azokról a fegyverekről beszél, amelyek öngyújtásra képesek. Aztán 1522-ben Ferrarában, 1532-ben Velencében korlátozzák ezeknek a fegyvereknek a viselését. És amikor megint arról beszélünk, hogy a keréklakatos pisztoly, mint olyan, ugye 40-es évekre tesszük a hadi megjelenést, miért gondoljuk azt, hogy egy olyan fegyver, amit egy egyébként katonaképes és katonaköteles valószínűleg ember, nap mint nap magával hord, az pont háborúban nem viszi el, amikor lóról harcol. Tehát sokkal inkább azt gondolom, hogy azért nem tekintünk a keréklakatos pisztolyra úgy, mint amit a 20-as, 30-as években is használhattak, mert nincs róla információnk. És ragaszkodunk ahhoz, amit ugye nagyon sokszor ismételtünk, és amit nagyon sokszor jó szakemberek megírtak, mert igazuk is van, hogy milyen kaliberű volt, és milyen fegyvert használtak a páviai csatában, nagyon jól tudjuk. De a pisztolyok, amiből sokkal kevesebb maradt fönn számunkra, hiszen egy kis eszköz az sokkal könnyebben tűnik el, mint egy nagy 12 kg-os muskéta. Kevesebbet tudunk róla, sokkal többet kell kutatnunk. Szkeptikus vagyok én is, megmondom őszintén, de hajlok arra, hogy újra kell gondoljunk azt, hogy a pisztoly mikor jelenik meg,
hadi használatban, és hogyan terjed el Európában. Ez egy nagyon fontos pont lesz, ugyanis a kalibere sokkal kisebb, mint a muskétájé, és ez nagyon sok harci leletet, nagyon sok csatatérkutatásból származó leletanyagot újra leletanyag újraértékelésére kötelezhet minket. Engedjék meg, hogy mutassak egy pár videófelvételt ezekről a kopaszigátas fegyverekről, amik azért izgalmasak, mert ezekben a csövekben még nem nézett bele szerintem soha senki előttem. Ugye 10-11 mm-es csövekről beszélünk, endoszkóppal belenéztünk ezekbe a csövekbe. A hangokért elnézést, Nemzeti Múzeumban találhatóak ezek a csövek egyébként, 7 darab ilyen puskacsövünk van jelen pillanatban. 10 fölött volt a számuk még egyébként, amikor megtalálták őket, de ezek sajnos szép lassan eltünedeztek. Hát gyorsítani nem tudok rajta. Az izgalmas ezekben a csövekben egyébként, hogy máig az az iszap van benne, ami benne maradt, miután előszedtük őket. És hogy megyünk lefelé a csőfarba, egyszer csak meglátjuk majd az ólomlövedéket. És az az izgalmas, hogy nincs információnk arról, hogy mivel töltötték, vagy hogyan töltötték be ezeket a lövedékeket. Ezek a csövek pedig olyan szerencsések vagyunk, hogy nagyon jó válaszokat adnak nekünk. Íme az első lövedékot már látszik, ha még lejjebb megy. Ott van a csőfarban, folytás nélkül. Tehát úgy, ahogy a lövedéket betöltötték a csőfarba. Ez az első felvételünk. Az első töltési mód magyarul betöltötte a lőport, ráejtette a lövedéket, ledöngölte. Második töltési módunk, és ehhez viszont tényleg nagyon nagy szerencse kellett, hogy ezt látni tudjuk. Megy. Tehát itt pedig a második töltési módot látjuk, amikor ott van bent, szürkélik a lövedék, alul talán lehet látni is a részeit, és valamilyen növényanyagból, csepűből valószínűleg folytást döngöltek rá. Tehát az tulajdonképpen azt tartott. Lőpor, lövedék, csepű. Ez még így oké. Okay. Valószínűleg tartom egyébként, hogy másik csőbe is lehetett valamilyen folytás, ellenkező esetben kigurulhatott a lövedék belőle. És ami viszont egy sokkal, még talán ennél is izgalmasabb dolog, az a harmadik csövünk, amelynek az aljában egy szövetfolytásba csomagolt lövedék van. Ugye a flastrom teremtette meg a fizikai kölcsönhatást a csőfal és a lövedék között. Ez volt, ami tömítette tulajdonképpen. Későbbiekben, amikor a húzagolt csövek elterjednek, akkor ez lesz az elsődleges töltési módszer, ahogy a puskalövedéket be tudjuk tölteni. Ez egy fantasztikus dolog. Tehát nagyon kevés olyan forrásunk van, amely ennyire korán a flastromról írna. Talán egy se. Ákos, te találtál egyet valamikor, egy korai flastromos forrásod neked volt? Vagy nem, én keverem össze. 1600-as évekből találtam meg az első forrást. Ezek előtte is volt, csak nincsen volna bizonyítékunk. És lám, ebbe a szerencsésen megtalált puskacső családban 4 olyan csövünk van, amely gyakorlatilag ilyen fontos információkat ad nekünk. Ez egy fantasztikus dolog. Kopaszigáti fegyverek azok számunkra arra is lehetőséget adnak, hogy a környező leletanyag is segít minket datálni. Igazából ezeket a fegyvereket nagyjából a 20-as, 30-as évekre teszik a környező leletek születését, és itt vannak még a fegyvereken lévő beütők, fémbeütők, amelyek szintén segítenek nekünk a tájékozódásban. Ez egy hosszú munka lesz, hogy ezeket kisilabizáljuk pontosan nagyjából, egy biztos, hogy több 10 000 beütőből kell kiválasztjuk, és nagyon sokszor véletlenszerűen, hogy egy beütő hova köthető. Ami most egészen biztos, hogy itt az egyes például, hol látom, az egyes beütő, ez egy számszerű beütő egyébként, csak nagyon furcsán látszik, ez itt egy ilyen ív lenne tulajdonképpen. Ez biztos, hogy 16. századi. Tehát, hogy korban jó helyen vagyunk. Az, hogy 16. századon belül mikor, ezt nem tudjuk. Tehát, hogy ez azért egy 100 éves periódus, és azért a 40-es évek és a 60-as évek között borzasztó nagy különbségek lehetnek. A kettes beütő, ez is egy nagyon jellemző beütő. Hol van a két keresztbetett kulcsunk? Ja, itt van, kettes beütő. Ennek 2 forrást találtam. Ennek van egy lengyel forrása, 17-18. századi, valamint van egy 16. századi nürnbergi, szintén 2 ilyen keresztbetett kulcs.
És az összeset tulajdonképpen tudjuk igazolni. A legkorábbi, amit találtam, az a 9-es, ez az N betű. Ezt a 1530-as évektől használták Nürnbergben. Tehát ezek igazából azt mondhatom, hogy így úgy, mint a torpedó, amikor ugye körbelőjük a csatahajót. Tehát úgyhogy hogy ott vagyunk körülbelül, még nem találtunk bele. Majd amikor ezt meg tudom fejteni, akkor sokkal jobb lesz a helyzetünk. Ezt nem tudtam még megfejteni, pedig a stökkel összes lapját tényleg már ilyen manuálisan keresgéltem. Tehát minden logikát kirakva, ahogy a kódot feltörik, ez a brute force módszerrel keresgéltem minden egyes oldal, ami nem egyszerű, mert ugye 4 kötetes a stökkel. Úgyhogy ezzel még el leszünk egy ideig, de ez egy nagyon fontos pont, hogy ezeknek a korát meg tudjuk majd határozni. Letelt az időm, igaz? Már fél órája. Így egyetlen percet kérek még mindenkitől, és utána befejezem a történetemet. Igazából a hadügyi forradalomnak az időszakát érjük. Ígértem, hogy még mutatok pár katonaképet, hogy kik használták a pisztolyt. Mindenki, minden lovas katona használta a pisztolyt. Itt lánszírokat láthatunk, ők a lovakkornak az utolsó nagy reprezentánsai. Őket sem lehetett elképzelni pisztolypár nélkül. Itt lehet látni az ő felszerelésük, és a nyerekkápa két oldalán ott volt egy-egy pisztoly, amelyet közelharcban használtak. Ők azért a kopjával harcoltak elsősorban. Szintén egy nagyon fontos lovas csapat nem volt a vértesek vagy a kürasszírok. Ezek nyugati lovasok, mind akiket most mondok, ezek a magyar hadszíntéren korlátozottan, vagy inkább kevert változatban jelentek meg. A kürasszír az olyan volt, mint a lánszír, egy picit könnyebb volt a vértezete, neki is volt két pisztolya, és volt egy egyenes kardja. Ő viszont a harcot nem a karddal kezdte, hanem mindig a két pisztolyjal, ezeket lőtte ki először. Aztán ott voltak szintén a tűzfegyveres köszönhető hadügyi forradalom során megjelent nagyon jó csapat, nem a bandelierek, karabinierek, arkebüzírek, vagy Schützenferd, ahogy ezt a német nevezte. Ők voltak a puskás lovasok tulajdonképpen, de nem dragonyosok, tehát nem lovasított gyalogság. Ők lóhátról harcoltak a könnyű puskákkal, ilyen szerkezetekkel, de nekik is ott van a pisztolypár a lovukon. Aztán ott vannak a lovasított gyalogosok, belül kétféle volt, léteztek puskás lovasított gyalogosok, dragonyosok, meg kopjások. Ez olyan volt, mint a gyalogság esetében, ugyanúgy oszlott meg az arányok. Nekik könnyebb puskájuk volt, ők is nagyon sokszor rendelkeztek pisztolypárral, de inkább nem. Aztán ott voltak a német vagy fekete lovasok, 15 éves háború idején rendkívül sokat tevékenykedtek a Magyar Királyság területén is. Hát ők pedig nem kettő pisztolyjal rendelkeztek, hanem nagyon sokszor a vestalungok, vagyis azok a kiírások, azok a reklámok, amelyek meghívták a katonákat, a zsoldosokat, hogy vonuljanak hadba, mert egy ezredet szerveznek éppen, azok megírták, hogy hány pisztolyjal kell rendelkezni. És itt bizony találunk olyat is, ami 3-4-5 pisztolyt mondott. Nem akartak ők lóháton újra tölteni, alapvetően tűzfegyverrel kívántak harcolni, úgyhogy így vonultak hadba. Aztán a mi királyságunk területén azért ez egy picit más helyzet volt, ugyanis rengeteg huszárunk volt. A huszár az azért volt praktikus, mert ugye kevés felszerelés volt, olcsó felszereléssel is jó katonát lehetett nevelni belőle. És ott voltak a magyar köztes lovasok, amiről egyébként a Ungarische Krónika is megemlékezik a 17. század elején, majd a Zinn is leír a Távoli kis traktátumban, amely tűzfegyverrel és hidegfegyverrel is rendelkezik, de kopjával már jellemzően a 17. század közepére nem. És hogy miért izgalmas számunkra ez az egész történet, amit elmondtam. De lehetett hallani, hogy nagyon sok magyar vonatkozása van ennek a történetnek. A 16. század elejé tűzfegyver használat az egy sötét zóna számunkra jelen pillanatban, amit is szürkül szép lassan. Nagyon sokat nem tudunk még erről az időszakról. Amit itt lehet látni a képen, ez a Mohácsi egyik tömegsírnak a feltárása. A Mohácsi csata kutatásával több kutatócsoport is foglalkozik, és nagyon-nagyon jó új információk kerülnek elő. Nagyon jó új megközelítéseink vannak ennek a konfliktusnak a tisztázásában. Itt éppen az egyik tömegsírnak a feltárását láthatjuk. A csapat, aki ezt csinálja, a Mohács 500 kutatócsoport, ők egyébként a csatatér egyik vélt helyszínén valószínűleg a csatának az egyik epicentrumát megtalálhatták. Nincs még ez bizonyítva, de vannak olyan feltételezések, hogy ez a leletanyag, az a hadi leletanyag az ezt a összecsapást, a földvár melletti összecsapást tükrözi számunkra. Itt nagyon sok kis kaliberű lövedékünk van, 9-10-11 mm-es lövedékünk. Ha mi el tudjuk azt érni, hogy bebizonyítjuk, hogy a kis kaliberű fegyverek, árkebűzők és pisztolyok ebben a korszakban elfogadottak voltak, és a hadi használatban is megjelentek nagy mennyiségben, akkor van egy nagyon jó eszközünk arra, hogy tisztítsunk egyet a Mohácsi csatának a képen. És lehet, hogy a végén tévedünk, de egészen biztos, hogy hozzá fogunk adni nagyon sok információt ehhez a történethez. És a magyar Golgota egyik legfontosabb állomásában valószínűleg egy a szürkéhez és a világos szürkéhez jobban közelítő képet tudunk festeni. Nagyon tiszteltel köszönöm a figyelmet, és elnézést kérek a hosszúra nyújt előadás miatt.